Évek óta az egyik legizgalmasabb nap a múzeumbarátok számára a múzeumok éjszakája. Hagyományosan Szent Iván éjjeléhez legközelebb eső szombati napon tartják a rendezvényt, és ilyenkor a résztvevő múzeumokban, melyek száma idén elérte a 400-ot, különböző programokat szerveznek, amelyeknek köszönhetően betekintést nyerhetnek az érdeklődők a kulisszák mögé. A Sátoraljai Újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban is így zajlik az est évek óta. A rendezvény minden éven vonza a családosokat, hiszen minden korosztály megtalálja az őt érdeklő programokat. Ringer István múzeumigazgató is magával hozta két gyermekét. Két év kimaradt ebből a programból, szerintem ki voltak éhezve már a helyiek is, és talán mi is a kollégákkal együtt, hogy legyen újra egy ilyen hangulatos kis program. Azt hiszem, hogy ilyenkor mindenki egy kicsit lazább, a kollégák is, hiszen ilyen nem formális keretek között lehet megnézni a kiállítótereket, részt venni a programon, és hát az a tapasztalat, hogy nagyon, nagyon jó hangulat volt, nagyon örültem neki. Nem voltak tömegek, de akik eljöttek, azok nagyon jól szétszóródtak ezeken a programokon itt a házban is. Szóval nagyon jól érezték magukat. Idén a múzeumban látogatók számára az egyik legérdekesebb bemutatót a preparátor tartotta, akinek kezei között az es során készült el egy őszfej preparátum. Nagyon furcsa és izgalmas is volt egyben, hogy újra megszervezhetjük ezt a különleges éjszakát, hiszen más, mint a többi, hiszen itt sötétbe, este, éjszaka és más jellegű programokkal várjuk az érdeklődőket, a megszokottól eltérő számunkra és az érdeklődők számára is. Tehát két év kihagyás után olyan furcsa érzés volt, mintha újból, tehát egy teljesen új dolgot szerveztünk volna. Leültünk kollégákkal, ötleteltünk, hogy mi az, ami érdekelhetne minket is, hogyha betérünk a múzeumba egy ilyen éjszakán, tényleg a megszokottól eltérő legyen. Így került most a választás egy preparátorra, egy restaurátorra, illetve gondoltuk azt is, hogy a gyűjtemény raktárunkat megmutatjuk most, hiszen nagyon sok új tárgy került idén, illetve az elmúlt években a pandémia időszaka alatt is a raktárainkba. Ezen több időpontban meghirdetett bemutatók mellett folyamatosak voltak a kézműves programok, játszóház és a múzeumi totó is. Egy zenei esttel kezdtünk, Novák Zoltán és Jászter Betti tartott egy presszó estet, egy zenés összeállítást, ezzel adta meg az est hangulatát. Népi játékokat próbálhattak ki az udvaron, gyertyakészítés, méhviaszból zajlik a folyosón lévő játszóházban, illetve kézműves program során. Az est során a városban lévő három múzeum között a Rabomobil és a Futrinka is közlekedett megadott időpontokban, hogy mindegyik intézmény kínálatába bele tudjanak kóstolni az érdeklődők.